Március 14-i adásunkban is nagy szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit. Péntekenként, mint már megszokhatták, elsőként híreinkkel, majd a magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Teljes külső és belső megújításon esett át a Hévízi Turinform iroda. Az évente akár 55 ezer vendéget is fogadó épület új arculatot kapott, és a front office rész is kibővült. A felújítást pályázati és önkormányzati forrásból valósították meg. Ezek a bútorok, ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy a mai kor vendégét a megfelelő körülmények között tudjuk várni, hiszen Hévíz mindig is a minőségére volt híres. Átadták a megújult Turinform irodát Hévízen. A vendégeket fogadó információs bázis teljes külső-belső megújuláson esett át. Ennek keretében megkapta az országosan egységes Turinform arculatot, de maga az épület is sok munkálatot igényelt. Többek között újjáépítették az előtetőt, javították és festették a falakat, cserélték a padlóburkolatot és az energiatakarékosság jegyében a nyílászárókat is. A leglátványosabb változás pedig talán a fogadótér kibővülése. A front office kapta a legnagyobb szerepet, hiszen itt mindenhol új burkolatok és új bútorok vannak, ami azt jelenti, hogy az összes információs anyagot megfelelően ki tudjuk helyezni, ezek átláthatóak, több nyelven elérhetőek, amit olyan új szolgáltatásokat hoztunk létre, mint a könyvcserepont, mint a gyermeksarok például. De emellett ugyanúgy eddig is csomagmegőrzéssel szintén foglalkozunk, illetve a legfőbb szolgáltatásunk pedig a kerékpárkölcsönzés. A Hévízi Turinform iroda az egyik leglátogatottabb az országban, évente akár 55 ezer vendéget is fogad. A minőségi kiszolgálás pedig az egyik legfontosabb védjegye a városnak. Nagyon örülök ennek, hogy ilyen szépen megújult az épület. A Turinform arculatnak megfelelő új bútorzatot pályázati forrásból szerezték be, a beruházás többi részét az önkormányzat saját forrásból valósította meg. Magának az épületnek a felújítása pedig az épület kora miatt, mondhatom így, szükségessé vált. Erre pályázati forrás nem állt lehetőségre, ezért az önkormányzat az idejében eldöntötte a költségvetéséből, hiszen egy stabil költségvetéssel tudtunk ebben az évben is indulni, hogy önerős fejlesztést hajt végre. Ez gyakorlatilag egy 50 millió forintos nettó beruházás volt, és ebből az egész épületet megújítottuk. A munka nem áll meg, a szakemberek folyamatosan keresik a fejlődési lehetőségeket. Jelenleg is beadtak egy pályázatot, melynek elnyerése esetén új, minőségi kerékpárokat vásárolnak. Ennek a szolgáltatásnak a bővítése azért is fontos, mert a kerékpárbérlés a legfőbb bevételi forrása az irodának. Országos rendezvénysorozathoz csatlakozott a Hévízi Szobakiadók Szövetsége. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Semmelweis Egyetem Sürgősségi Orvostani Klinika és az Integrált Betegellátásért Közhasznú Alapítvány arra vállalkozott, hogy az ország minden megyéjében életmentési alapok oktatásával segítse a vállalkozókat. Hangosan a derekát fájlalja, és azt mondja, hogy nem tudja mozgatni a lábait. Vajon mi a helyes teendő? Elméleti és gyakorlati életmentési oktatáson vettek részt a Szobakiadók Szövetségének tagjai és a helyi vállalkozók a Hévízi Naturmed Hotel Karbonában. A VOSZ egészségügyi tagozata program sorozatának következő állomása Hévíz volt, ahol újraélesztési ismereteket, életmentési alapokat sajátíthattak el a helyi vállalkozók. 2023-ban, tehát tavaly évben hoztuk létre, és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége egészségügyi tagozata képviseletében történik ez az egész programsorozat, egy mondhatjuk országos roadshow-nak is. Minden megyében vállalkozók részére adjuk ezt a lehetőséget és képzést. A Semmelweis Egyetem Sürgősségi Orvostani Klinika és az Integrált Betegellátásért Közhasznú Alapítvány önkéntesei adták át tudásukat interaktív formában a jelenlévőknek.
Az elméleti oktatást követően szituációs játékokon keresztül nyerhettek bepillantást egy-egy adott helyzet szakszerű megoldásába. Mi a klinikáról elhoztunk élethű oktató babákat, sőt oktató defibrillátorokat is, mert az a tapasztalatunk, hogy aki gyakorlatban is kipróbálhatja egy hülyen élethű másolt babán a mellkas kompressziót, kipróbálja, hogy mit mond valóban egy defibrillátor, hogy attól nem kell félni, hogy hogy kell bekapcsolni, hogy mennyire egyszerű működtetni, és tulajdonképpen modellezzük nekik akár az újraélesztés helyzetét, hogy aztán élőben ezt majd azonnal előhívhassák ezt a tudást. Az oktatási program legfőbb célja az, hogy azonnali szituációkra is tudjanak reagálni az oktatáson résztvevők. Szükség esetén időben meg tudják kezdeni az életmentést, felismerjék a stroke vagy akár a szívinfarktus tüneteit. Nagyon sok turista érkezik ide a városba, és bármelyik pillanatban bárkivel történhet olyan dolog, hogy segítségre szorul, és az, hogy felkészültek legyünk, én úgy gondolom, hogy ez a részünkről egy alapvető dolog, hogy megtanuljuk ezeket a dolgokat, hogy mivel tudunk abban a pillanatban, ott abban a helyzetben helytállni, illetve esetleg, ne adj Isten, életet menteni, de hogyha erre is sor kerül, akkor legyünk annak a tudásnak a birtokába, ami ilyenkor nagyon hasznos. Az egészségügyi képzésen résztvevők a rendezvény végén a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika és a VOSZ egészségügyi tagozata által dedikálta képzés elvégzését igazoló oklevéllel is gazdagodtak. Csisztu Zsuzsa olimpikon volt annak a beszélgetésnek a moderátora, ami egy porcelán készítés egy egyedi, igazi hungarikumnak nevezhető módját mutatta be. A porcelán ékszereket készítő Zema porcelán manufaktúra több különleges ékszert is magával hozott. Mindenképpen a magyar oldalát fogjuk megmutatni ezeknek a dolgoknak, tehát nekünk ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy most a reneszánsz a kollekció. Szép számú közönség mutatott érdeklődést a Hotel Carbonában otthonra lelő Zema Café & Salon elnevezésű rendezvényre. A beszélgetés elsősorban a hungarikumok és a Zema porcelán manufaktúra által készített, jellegzetesen magyar ékszerek körül forgott. Az asztalnál helyet foglalt Antal Andrea, a hungarikum főosztályvezetője, Pap Erzsébet, a Zema kreatív igazgatója, és Miklós Beatrix, a Hévíz turisztikai egyesület elnöke. A beszélgetést Csisztu Zsuzsa moderálta, aki már hosszú ideje kapcsolatban áll a manufaktúrával. A tény is való, hogy több mint 10 éve ismerem a márkát, és nagy szeretettel látom a fejlődést, és abban talán egy picit úgy érzem, hogy nekem is lehetett részem, hogy a sportvilágba az EMA beérkezett, mint elsősorban, mint trófea készítő csodálatos manufaktúra. Az év sportolója gálának a trófeáit most már évek óta az EMA ékszerház készíti, és óriási dolog, amikor minden évben a Magyar Sportújságíró Szövetség vezetőségével a legjobbak legjobbjait keressük, akkor azért az nagy dolog, amikor valaki az EMA ékszerház arannyal díszített csodálatos trófeáját kaphatja meg. A manufaktúra kimondottan a különleges darabokra specializálódott. Termelési rendszerük a kis számú gyártásra van kitalálva, de könnyen igazodnak a nagyobb mennyiségű igényekhez is, bár nem ez az elsődleges céljuk. Ugye kézzel készül minden, de én azt gondolom, itt nem az a cél, hogy minél több mennyiséget gyártsunk, hanem hogy minőséget gyártsunk. Nem az a célunk, hogy ebből egy fazonból eladjunk 150-et, hanem az, hogy akár 150 félét adhassunk el, minél különlegesebbek legyünk, minél exkluzívabbak legyünk, és ez lesz a hírességünk, vagy ettől leszünk híresek. A céloknak megfelelően a Zema termékek palettája nagyon széles, így nem csak különleges alkalmakhoz, de a civil élethez is készítenek kiegészítőket, ékszereket. Mindenféle öltözethez tudok találni ahhoz a stílushoz passzoló mondjuk mintát, vagy valamilyen olyan megjelenítés, lehet ez modern, lehet ez klasszikus, bármit, amit az ember szeretne. Úgyhogy én előszeretettel viselem gálákon, bálokon, rendezvényeken, de a hétköznapokon is. A Zema része volt a nagy sikert arató magyar pavilonnak a legutóbbi Dubajban rendezett világkiállításon is. Az 1222 Aranybulla című magyar film forgatókönyvírója tartotta a Városi Könyvtárban előadást a honfoglaláskori magyarok harci szokásairól, amely a honvédség megalakulásának 160. évfordulójára készült. A címen jelentéktelen nép Európa színpadán, hát idézőjelben van, hiszen egyáltalán nem voltunk jelentéktelen nép.
különböző kézi fegyvereket is hozott magával Trux Béla, történelmi regényíró, hogy szemléltetni tudja, mi is jelentette a különbséget a honfoglaló magyarok harcmodora és az európai hadseregek harcmodora között. Az író több társával közösen 2013-ban megalapította a Történelmi Regényírók Társaságát, a tagokkal már több regény megjelenésén dolgozott együtt. Alapvetően úgy gondoltam, hogy inkább azt szeretném elmagyarázni az embereknek, hogy miben voltunk mások, mint az európai katonák, az európai hadviseléshez képest mennyivel voltak a magyarok mások, abban az értelemben, hogy nem feltétlenül jobbak, de ugye meglepőek Európa számára. Ezen túl pedig ugye maga a honvédelem, tehát amikor már letelepedtek Árpád magyarjai, akkor a honvédelmünk is azért merőben más volt, mint az európai. Erről szól az előadás. A hadviselés sajátosságairól szóló előadáson több, a korszakban használt fegyverről is szó esett, amelyeket az előadó szemléltetni is tudott. Az érdeklődők közül többen is visszatérő látogatói a könyvtár eseményeinek, van, aki minden alkalmat megragad, ha a fürdővárosban tartózkodik. Ahogy itt vagyok Hévízen, itt tartózkodom, vagy direkte ezért jövök le. Például a irodalom történész, a Dr. Füszfa Valázs előadására, ha törik a szakad, lejövök. Trux Béla az előadás mellett több a Történelmi Regényírók Társaságának gondozásában nemrég megjelent könyvet is bemutatott a közönségnek. A Gyenesdiási Ártudvar sok éve vonzza a környékbelieket színvonalas kulturális programokkal. Idén júniusban ismét útjára indult a sorozat, amelynek első vendége Kollár Klemec László zenész író volt. Nem engedlek el soha, örökre itt maradsz velem. Júniusban és júliusban a művészetek találkoznak a Gyenesdiási Árt udvarban a kultúra és a bor szerelmeseivel. Zene és szöveg, irodalom és dalok kéz a kézben járnak a községháza és a pásztorház által határolt belső udvaron. Ez a rendezvénysorozat 2021-ben indult. Tehát most, ha gyorsan fejszámolok, akkor alig, hanem a negyedik év, hogy megrendezzük, és azt is mondhatom, hogy töretlen, sőt, talán egyre nagyobb sikerrel sikerül megrendeznünk. Ugye ez annak idején a községházi esték sorozatból nőtte ki magát, illetve úgy szoktam fogalmazni, hogy egy ilyen ráncfelvarráson esett át a községházi esték. A változás azt jelenti, hogy a szervezők nyitottak új műfajok felé, illetve valamelyest lazítottak is, mert a program eredetileg komoly zenei koncerteket vonultatott fel időről időre. Az idei négy estén, a esték közül az első estén Kollár Klemec László lesz a vendégünk, aki már rögtön a zenét az irodalommal házasítja, hogyha mondhatjuk így, hiszen alapvetően ez egy kötetbemutató, a Vad című kötetének a bemutatója lesz, amelyben a felolvasásokat természetesen megtűzdeli, ahogy ő szokta korábbi dalaival. Kollár Klemec László Vad című zenés irodalmi estje az ember és állat között Isten teremtette eredendő kapcsolat elvesztéséről és újrakereséséről, az emberben élő állatról és ahhoz való viszonyáról mesél egy középkori történeten keresztül. Októberben jelenik meg az új regényem, 3 éve dolgozom rajta, és most már kicsit elegem lett az előző regényemből, és vagy szóval már túl vagyok nagyon rajta, és akkor ezért már egy pár hónapja az új regényemmel jövök, és olvasok fel belőle részleteket, és zenélek hozzá olyan dalokat, amik ebben a világban ezt az egész dolgot erősítik. Ez egy középkori történet és istenkeresése, egy remete istenkeresése. Az Ártudvar a következő hetek szerdáin is várja az irodalom és zene iránt nyitott érdeklődőket. Legközelebb Szeder Szabó Krisztina egy szálgitáros koncertjét tekinthetik meg az ide látogatók. Rovataink közül programajánlóval, talentum pódiummal és színemával jelentkezünk.
Végezetül pedig a Babos Piller Duo hévízi koncertjének első részét láthatják. Én már a búcsúzom, kollégáimmal együtt kívánunk további tartalmas televíziózást. Minden jót, viszontlátásra! Apák és gyermeknapi vidám koncertre várnak minden érdeklődő családot június 16-án vasárnap 11 óra 30-as kezdettel a hévízi református templom kertjébe. Fellép az Alma Együttes, illetve a Dora and Lara Dance Formation. A részvétel ingyenes. 2024. augusztus 5 és 9 között a Hévíz SK női kézilabda szakosztálya idén is nyári edzőtábort szervez 8-tól 14 éves lányok részére. A napi két edzés mellett változatos programok is várják a résztvevőket. Helyszín városi sportcsarnok. Jelentkezési határidő június 21-e. Június 18-án, illetve 19-én izraeli filmnapokat tartanak a Hévízi Fontana Filmszínházban az állam születésének 76. évfordulójának tiszteletére. Kedden 14 órától a Vízenjáró, szerdán ugyanebben az időpontban az Almák és Narancsok című izraeli alkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők. A belépés díjtalan. Gyógyulj a természet erejével címmel június 17-én hétfőn 17 órai kezdettel rendezik meg Fülöp Zoltán gyógynövény szakértő előadását a Városi Könyvtár előadótermében. A helyszínen lehetőség nyílik különféle természetes anyagokból készült termékek megvásárlására. A belépés díjtalan. Június 22-én szombaton Szent Iván éjjel programok várnak minden érdeklődőt a Vonyarcvashegyi Lidó strandon. Képzőművészeti workshop, kiállítás, koncertek, diszkó és az ilyenkor elengedhetetlen mágiagyújtás várja a látogatókat. A rendezvényen beszédet mond Pali Róbert polgármester. Május 30 és szeptember 29-e között a Zene mindenkié címmel változatos koncerteket szerveznek a Dr. Schulhoff Vilmos Sétány zene pavilonjánál, illetve a Rákóczi utcában. További információk a www.hevis.hu oldalon találhatóak. A Majestic Sounds hangverseny sorozat megálmodója és művészeti vezetője Teleki Miklós, Artisus díjas orgona és zongora művész 2024-ben is 60-70 perces változatos orgona és kamarazenei hangversenyt ad szerdánként 20 órai kezdettel a Hévízi Szentlélek templomban. Június hónapban is lehetőség nyílik különféle tematikus hévízi túrákon részt venni és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a Véderdőt geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az 5 hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. További információk a www.hevizitúrák.hu oldalon találhatóak. A Bobofán Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből pedig előhozza gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. 2 órás jegy. Vége a napnak? Most kezdődik csak igazán. A Bobofán Parkban szerdától péntekig 17 órától kedvezményes belépőjegyek válthatóak. Nincs ennél menőbb és izgalmasabb program hétköznap délutánra. Minden szerdán 20% kedvezmény a belépőjegy árából. Törj ki a szürke hétköznapokból, és vegyél aktív élményekkel újabb lendületet. Élvezd, ahogy az aréna színes játékkavalkádja új energiával tölt fel. Időjárás független kalandok minden korosztálynak.
Bad Boys. Mindent vagy többet. A rossz fiúk negyedszerre is visszatértek. Nem fog rajtuk az idő, aminek köszönhetően egyre keményebbek. Ezúttal egy korrupciós botrányba keverednek, ahol a nyomozás magas szintű rendőrségi körökbe vezet. Természetesen az érintettek nem kifejezetten örülnek Mike és Marcus vizsgálódásainak, ezért minden erejükkel megpróbálják őket ellehetetleníteni. Így hőseinknek most sem marad más választásuk, mint saját törvényeiket követve kézbe venni az ügyet. De jobb, ha vigyáznak. Megvezetik magukat nyomozók. Két gyanúsítottunk van, Lori és Burnett. Nagyon veszélyesek. Akkor 5, 4, 3. Ne! Az ablakmosó folyadék gyúlékony, te barom! Mi vagyok én, vegyész? Maguk durván béna szökevények. A mocskos Michael, a rossz fiú! Ezt intézel! Te nem intézel! Bad Boys, mindent vagy többet. Én vagyok a te lelkitársad. Nem, az én lelkitársam az rohadtul nem így néz ki. Csak a testet nézed. A léleknek annak nincs pöcse. De az én lelkemnek van pöcse, Marcus. Hamarosan a mozikban. Margaret, a számok szerelmese. Margaret, a 25 éves matek zseni, kizárólag a számok birodalmában érzi otthon magát, emberi kapcsolatai nem igazán vannak. Azonban sorsdöntő szemináriuma alatt egy diák rámutat, hogy egyik számításába hiba csúszott, így az egész általa felállított elmélet értelmét veszti. A zsigeri kudarc hatására Margaret otthagyja az egyetemet, hogy új életet kezdjen, de immár a matematika nélkül. En effet, ça invalide tout votre raisonnement. Votre départ précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Pour pas le catalogue par cœur, quand même. Si. Vous n'avez pas payé le loyer sur ma scie, hein. Comment tu comptes te réunir 1000 euros avant samedi? Ma jambe. Je vous fais partie, je prends 20%. Ma jambe. Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé. Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir. Faut être solide pour travailler sous Colbert. C'est un problème labyrinthique. Ça devient n'importe quoi là. Le dernier mouvement. C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait. Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre. Milli Vanilli, az évszázad botránya. Megtörtént események alapján. A 80-as évek egyik legnépszerűbb fiúbandája, a Milli Vanilli dúó sikerénél csak a körülöttük kialakult botrány volt hangosabb, amikor egy élő koncert közvetítésen történt vaki miatt kiderült, hogy valójában nem is ők énekelnek, csupán tátognak a dalokra. A film nyomon követi a két fiatal táncos felemelkedését, világslágereik születését, a Grammy-díj elnyerését, egészen a nyilvános és totális megsemmisülésükig. Mikor vonulunk stúdióba? Mikor énekelünk? Felejtsétek el az éneklést! Ti a frontemberek vagytok! Ebben a szakmában pont ez a lényeg, az illúzió. Mert az emberek
a szemükkel hallanak. Van bennetek Kraft, hogy meghódítsátok Amerikát. Benne vagyunk a tévében és a rádióban egyszerre! Az egész világ rajongért. Milli Vanilli. Milli Vanilli. Mindenki plébekel. De legalább a saját hangjukon. Az azért más. Szerinted bárki képes lenne erre? Ezért mi dolgoztunk meg? Az új amerikai number one. Tök jó nyomják. Lenyúlták a számunkat. Lassan a testtel, mi dolgotok a környéket? Én vagyok a producer! Ezt vésétek a motherfucka! Hallottad a pletykákat? Come on, a nyilvánossághoz fordulunk, és bevalljuk. Aki nem szakmabeli, sosem fogja megérteni. Becsapjuk a barátainkat, a családunkat. A zene fantasztikus volt. A klippek, a fellépések szuper. A rajongók meg boldogok. Tök mindegy, ki énekli. Én imádom a Milli Vanillit. Hol itt a probléma? Testvérek vagyunk. Mindörökre. Milli Vanilli, az évszázad botránya. Itt az ideje, hogy megismerjék az igazi Milli Vanilli. Hamarosan a mozikban. Kék pelikán. A vasfüggöny leomlása után hirtelen számos új lehetőség nyílt meg az addig keleti blokkhoz tartozó Magyarország lakói számára is. Szabadon utazhattak bárhova a világon, persze csak ha volt rá elég pénzük. Ákos, Laci és Petya elhatározza, hogy bejárja Európát, de anyagi helyzetüket tekintve ez kizárólag hamisított jeggyel lehetséges. Viszont a fekete piacról beszerzett utánzat túl amatőrnek bizonyul, úgyhogy a három jó barát elhatározza, tudnak ők hitelesebbet is készíteni. Az államtól dicsőség. Ez működik! Utazhatunk bárhová! Lehetetlen megtartani magunknak. Majdnem hivatalos jegy, de megadja a lehetőséget, hogy ne maradjunk ki ebből. Úgy sem tudod ezt a lehetőséget titkolni. Majd meglátod. Többen csináljuk, akkor nagyobb a hiba lehetősége. De kellenek szabályok, mert bukik mindenki frankó. Mi gáz lesz, nagy gáz. Csinálja mindenki, és akkor szépen szétporlasztjuk a felelősséget. Akkor meg nem lehet tetten érni minket. Figyelj, keresni fognak. Figyelj, tagadj minden utazást, jó? Basszus. Kék pelikánnak köszönhették az emberek a szabadságukat. Meg nekünk.